Üdvözlünk mindenkit ezen a szép napon! Egy nagyon szép egy nap! Egy nagyon szép napon, ugyanis eljött a pillanat, amire vártunk. Nem kellett többet várni, mint hány évet? Körülbelül négy évet, de eljött a pillanat, képzeld el! Megkaptunk, amire vártunk, ez pedig nem más, mint a YouTube gombunk, az ezüst gombunk, ugye? Itt a mutatom. Még egyszer, ugyanis rajta cím, ugye próbálom kitakarni, de meghozta a postás, ilyen fekete YouTube-os dobozba, oda nézzél. Ez az új YouTube. Ez az új YouTube gomb, ilyen újféle fajta dobozba. Legalábbis, amit láttam a YouTube-on, nem ilyen dobozba szokták küldeni, nem ilyen másfajtába. És elértük a 100 000-et. Még mielőtt megmutatjuk, hogy hogy néz ki, és kimondjuk ezt a dobozt, mindenkinek megszeretnénk, ugye, köszönni. A feliratkozás, annak a több mint 100 000 embernek most már nagyon szépen köszönjük. 102 000 valami, nem? 104 valami. Nem, 102 000 most 104. Már. Nem 104 000. Mindenkinek, minden egyes embernek meg szeretnénk köszönni, ugyanis nélkületek ez nem lehetett, nem jött volna létre, nem kapott volna ugye meg ezt a gombot, és mindenkinek nagyon szépen én meg szeretnénk. Akarom tudni. Mit akarsz tudni? Hogyan valaki mondta, én szárkmászta, hogy 100 000 kapcsolta? Száz, képzeld, 100 000 ember, szóval mennyi ember? 100 000! Te! 100 000 ember! Na mindegy, bontjuk ki. Várjál. Úgy bontjuk ki, addig lerakom a kamerát, hogy okay. Ne lehessen látni a címet, mert a címünk rajta van a doboznak az elején. Csak teszik a kamerát! Ide! Így, addig, várjál. Kijött a dobozból, és mutatjuk, ne, rakjad az asztalra, és úgy mutatjuk. Ez van a dobozba. Van ott egy ilyen levél, amire az van ráírva, hogy most nem olvastuk mindent el, de látod, hogy elértük a 100 000 feliratkozót. Csak mondja, congratulál! Csak tudták érni congratulations egy tolva, és az oda. Minden. Van itt egy ilyen, mi ez, névjegykártya? Ha valami van eltörve. Ha valami el van törve, akkor itt lehet reklamálni, amit az imitmet most nem mutatjuk meg. Hát ha van eltörve, akkor... Hát csak nincs eltörve, oda néz, most jön a pillanat, amire vártunk, lehúzzuk ezt a valamit, és... Még papír! Benne fóliába, oda nézzél. Várjál, húzzuk a fóliát, húzd a fóliát, benne a fóliába. Oda nézzél, és mi van ráírva? Mutassuk, tartsad, ott vagyunk. Itt a YouTube-on, az ezüst YouTube-on, és nem más van ráírva, mint Ausztrália, várjál, hogy lehet látni? Ausztrália magyarul, oda néz, ott a név, 100 000 feliratkozó YouTube. Damn! Régen nem így nézett ki az a gomb, ez egy ilyen, nem tudom, újfajta gomb, de amúgy mutatom. A hátulján van ilyen luk, olyan szép, amit fel lehet akasztani, például ide a Hello, Szia, Szevasz tábla mellé, alá, de én egyelőre azt nem tudod, hova tesszük? Szerintem tudod. Oda tetejére, oda nem veszünk, ott nem jól mutat. Nem oda rakjuk, mutatom, hova rakjuk. Add ide. Mutatom. Ide rakjuk, opá, egyelőre. Ide a számítógép mellé. És én azt hiszem, hogy azt a táblát, ami ott van, a Hello, Szia, Szevasz tábla, valószínűleg oda fel fogjuk rakni, a táblát meg alája vagy nem melléje, alája vagy feléje, fele. Ha teszed a Hello, Szia, Szevasz frontét. Hova, várjál, ezt leszokjuk, lecsújt a számítógépet. Te tudok, hogy a Hello, Szia, Szevasz? Oda, pont az asztal, ja, az meg talán alája. Na, meglátjuk. Mutatom még egyszer, oda nézd, itt az ezüst, már ott egy valami rajta, látod? Na, valami por, lefújtuk. Mindig van még. Nincsen, lejött róla. Oda van írva, hogy bekapott. Ausztrália magyarul, hogy ugye elértük, vagy túléptük az 100 000 feliratkozót, és ott a YouTube. De... Szerinted ez igazi ezüst lehet, vagy nem? Szerintetek ez igazi ezüst? Ki tudja, hogy ez igazi ezüst, vagy nem igazi ezüst? Régen nem gondolom, hogy igazi volt. Nem tudom, lehet, hogy igazi. Nem tudom. Ja, de hogy tudnak kapni igazi szilvert adni mindenkinek? De hát az nem olyan nagy, hát az ilyen picike, látod? Lehet, hogy csak a teteje ezüst, vagy be van vonva. Na ide, valaki tudja, ide a videó alá írjátok meg, hogy szerintetek milyen. Van még a dobozba, ez a legszebb. Mi van a dobozba? Olyan szép. Ja, hát ez ilyen valami, hogy ugye a izémbe, na mindegy, ez a... Olyan. Ami van a cipős dobozba is, tudod? Ja. Na, úgyhogy... Elértük, komolyan mondom, még egyszer mindenkinek meg szeretném köszönni, hogy én is nélkületek. Ez nem jött volna létre, ugye, ahogy már mondtam.
a jövőben is lesznek érdekesnél érdekesebb videók, legalábbis meg fogok velük próbálkozni. Remélem, hogy a jövőben is ugye velem tartatok, vagy velünk tartatok. Majd a legközelebbit ugye 1 milliónál kapjuk, ami 1 millió, nem tudom, valaki elérte már az 1 milliót Magyarországon, az 1 millió feliratkozó? Majdnem, a Vilamánia mostan van olyan 975 ezer, vagy akkor nekünk még van egy pár feliratkozó, úgyhogy nem baj, ha nem is érjük el, én ennek is rettentően örülök, ugye amikor elkezdtük, én nem is gondoltam volna, mikor annak ide elkezdtük és elértem volna az 1000 feliratkozót, én már annak rettentően ugye örültem volna, hogy a 10 000 olyan lehetetlennek látszott, és a 100 000 az életben, én az életben nem gondoltam, hogy ugye el fogjuk egyszer érni, komolyan majdnem mondom. Majdnem 1 millió. Ja, majdnem, már majdnem. Nem kell hozzá sok. Majdnem 10 millió. Majdnem, ja, 10 millió, te, ott már gyémántod osztogatnak, úgyhogy... Na minden, még egyszer tényleg mindenkinek meg szeretném köszönni. És most nem más fogunk amúgy csinálni, mint mi el fogunk venni a Lucas és én a boltba. A Davis az itthon marad, ugyanis itt ül az ágyon. Nem azért marad itthon, mert itt ül az ágyon. Hello, what's up? Yeah, játszol? Ugyanis beteg. Képzeld el, megfázott, megbetegedett. Ugye mostában, vagy most elkezdte az óvodát, és nem tudom, valakitől megint valamit elkapott, megint belázasodott, úgyhogy sajnos itthon marad a feleségemmel. Mi el fogunk menni, nem más fogunk venni, mint egy ilyen szemüveget, nem is akármilyen szemüveget, búvár szemüveget, ugyanis megyünk búvárkodni, nem búvárkodni, búvárkodni, ugye ezt a, amit a, az a pipás búvár, amikor csak húszol a vízen és nézegetsz, hogy mi van a víz alatt. Oda fogunk menni, valószínűleg a következendő egy vagy két napon belül, attól függ, ugye, hogy hogy lesz időnk, meg fogunk most ebédelni. Megnézzük, ugyanis jövő hét után szabadságon leszek, úgyhogy lesz időnk elmenni, hajózni, buvárkodni mindenféle fajta helyre, ha csak nem fog esni az eső. Ami valószínűleg esni fog, mert minden alkalommal, amikor nem dolgozok, akkor tudod, hogy esni fog az eső, de talán lesz legalább egy vagy két nap, ugye, hogy el fogunk tudni menni a vízre buvárkodni, vagy körbenézni, és oda megyünk pipát venni. Ugye? Mit? Éhes vagy? Még nem vagy ilyes? Nem. Na mindegy, lassan meg fogunk azért ebédelni, aztán összeszedjük magunkat, és amúgy ki a... Lehet, hogy el kell menni enni egy új kamerát, mert a GoPro-t ugye múltkor mondtam, hogy eladtam, úgyhogy lehet, hogy el még beszélni a GoPro-t, csak azt nem tudom melyiket. Melyiket kéne megvenni? Bármire ezt a videót ti nézitek, azért már biztos, hogy vásárolunk egy GoPro-t, hogyha vásárolunk egyet, ugye van a 7-es akarok mindenképpen, de van az ezüst, van a fekete, meg van a sima, azt hiszem, nem? Vagy az ezüst, vagy a feketét kéne. Azt hiszem, hogy a fekete az jobb, mert jobb a hangzás, és 3 mikrofon van benne, ami ugye jobb a szél miatt, meg amikor remegése, jobban bírja a remegést, tehát jobb a videónak, nem remeg a kamera. Ja, lehet, hogy maradunk a feketénél, a GoPro 7-es feketénél. Aztán majd ha megveszünk, csináljunk róla egy videótesztet, mikor elmegyünk mondjuk buvárkodni jövő héten. Úgyhogy együnk lassan. Először iszunk egyet, már szomjas vagyok. Sokat beszéltem, mert túl izgatott vagyok. Még egyszer mindenkinek meg szeretném köszönni. Á, nem hiszed, mennyire boldog vagyok, hogy megkaptuk ezt a gombot végre. És na mindjárt, még egyszer mindenkinek köszönöm. Eszünk és megyünk. Elindultunk és rettentő meleg van. Mutatom. Egy felhő nincs az égen sehol. 32 fok. Ja, kérlek, 32 fok. Te! Ami az idő az szeles, meleg van, 32 fok, de szeles az idő, annyira nem lehet látni, de a fa növényzete kicsit mozog itt-ott. Holnap reméljük, hogy jó idő lesz, mert én holnapra jó időt mondok, már egy kicsit felhősen, ami nem olyan túl baj. De ugye mennyi? December, hány? Két hét van még, nem? Egy hét? Másfél hét? December elején, ugye akkor kezdődik a nyár, mi nálunk, úgyhogy nem sokára itt a nyár. 6 nap. 6 nap? Hányadika? Azt a hányadika van ma, te? 24. 24. Ki kéne ezt az autót kerülni? Nem, úgyis elfordulunk. Látunk a idan, és itt a idután elfordulunk. Úgyhogy ma csak ketten mi vagyunk. Megnézzük ezt a szemeget, hogy tudjunk buvárkodni valószínűleg holnap, vagy holnap után, ha meglátjuk. És megnézzük ezt a GoPro-t is valószínű. Itt vannak a pipák, megérkeztünk. Oda néz, Lucas. Hol a Lucas? Azt hiszem elhagytunk. Van itt egy gyerek, 8 dollárért, azt szerintem túl pici neked, aztán van Péka talpas. Van itt egy 44-ért is, ilyen nagyobb. Mi? Ja, abból hiányzik a lába, vagy a Péka talpa. 22. Aztán van ilyen. Mert ez milyen? Ez gyerekes, ez. Van méret gondolom rajta, de nem hiszem, hogy ezt miért keresünk, vagy.
Na, azt mondom, hogy próbáljuk fel valamelyiket, nem? És megjöttünk, vettünk, ez az enyém, a felnőtt méretű, ez az enyém. Nincs hozzá békatalp, de most békatalp nélkül fogunk úszni, ugyanis majd békatalpat lehet, hogy veszünk külön, ez csak ezzel jött. És ilyen volt. Volt ez a másik fajta, nem volt nagyon túl jó. Szóval volt egy ilyen nagyon, nem az, hogy nagyon drága, de jó volt drágább. Az jött békatalppal, de az se volt legyő. Úgyhogy az árahoz képest úgy döntöttünk, hogy ezt veszünk meg. Mind a kettő olyan aluk össze, ilyen csak gyerek, nem gyerek, ez nem gyerek, hanem ez junior. Látod? Ilyen. Talán nem megy vele vissza. Ha belemegy, akkor majd holnap visszahozzuk, aztán kicserik valami jobb fajtára. Vagy holnap után, na várj, ezt ideben rakjuk hátulra. Aztán ezen kívül elmentünk és vásároltunk. Miért lettünk ilyen sötétek? Egy GoPro-t, ezt a melyiket? 7-eset, a feketét vásároltuk meg, ugyanis ez jobb. Amit mondtam, több mikrofon van rajta, meg több más van jobb. Majd minden. Hazamegyünk, kibontjuk és majd megmutatom, hogy milyen. És ugyanolyan a GoPro szerintem, mint a régi. Az 5-ös, ugye az 5-ös volt? Nem, a 6-os volt. Melyik GoPro volt ezelőtt? Ezelőtt és akkor a 6-os volt. Na igen, azt is ebből adjuk hátulra. Készen vagy? És mi mindjárt hazaérünk, nektek ez egy másodperc vagy kettő, hogyha addig semmit nem fülezünk, nekünk ez körülbelül egy ilyen fél óra biztos, hogy lesz. Mi van, aludtam? Aztán, hogyha holnap ide van, akkor megyünk és búvárkodunk. Valószínű. Ha csak nem olyan lesz az idő, hogy nem lesz jó. Na minden, ma meglátjuk. Az a lényeg, hogy most már van búvár, majdnem nem búvár felszerelésünk, de legalább szemegünk és tudunk menni úszni. Legalábbis megnézni, hogy mi van a víz alatt, meg kibontani a GoPro-t. Hol a kulcs? És hazaérkeztem! Mutattam ezt a szemleget meg a pipát, és kibontotta az enyémet. Az enyém az ilyen kékes, zöldes. Látod, szerintem jó lesz. Gratulálok! Szarva! Aztán... Na, hol vagy? Hello! Hello! Hello. Na, mi helyzet? Hogy... Hát, hogy jön már? Most mehetünk úszni. Áj, mondjuk. De nem te, mert te beteg vagy. Van ekkor a szállat? Kuki. Kértáljél. Na mindegy. Úgyhogy talán jó lesz. Leveszünk. Mint a vákum, ilyen belement, mint a... Na, most pedig nem más, mint az új GoPro-t fogjuk kibontani, ezt a 7-eset. Ja! Ezt a 7-eset fogjuk kibontani, de... Ne! Nem megyünk most buvárkodni! Ez a 7-es, a GoPro 7-es, ugye a legújabb, ami nemrég jött ki, talán egy hónapja, nem, ha jól tudom. És ez a fekete változata, ami a legjobbat jelentítem, a legjobb változat. Ugye most kibontjuk, ma nem fogunk vele filezni, és feltudjuk az akkumulátort. Bár az 5-ös akkumulátor, nem a 6-os, csak az akkumulátor még mindig megvan. És akkor vettem ilyen külön töltőt hozzá, meg egy extra akkumulátort, szerintem jó vele. De hogyha megyünk úszni, valamelyik nap, hogyha nem holnap, ugye attól függ, milyen idő lesz, akkor visszük ezt a kamerát, és tudunk a víz alatt filmeket, fényképeket, videót készíteni. Meg le fogjuk tesztelni, hogy milyen, mennyire jó, ugyanis általában rettentően jó. A mikrofonja is jobban jobb, mint a régi. Ugye a 6-os az volt a baj, hogy a mikrofonja nem volt a legjobb, és ilyen doboz hangja volt, de biztos ennek is van doboz hangja, de nem annyira. Ezt fogjuk letesztelni, meg hogy mennyire rezeg, mikor futunk vele, főleg a Lukasz, ugye a Lukasz rettentően szeret futni. De már csak próbál, hogy ezt kibontani. Kamerával, kezével. Ja, látod, ezt a kéket itt meghúzzuk, látod? Ja, meghúzzuk a kéket. Ja, de ügyesek vagyunk. És mi van a dobozban? Nem jó, hogy vagyunk. Oké, na nyissad, várjál, kihúzzuk ezt, jó? Hoppá, kijött az egész kamera dobozság, más... Jaj, új kamera, de várjál. Így néz ki, várj, mindenki látod GoPro-t, semmi különbség nincs. Ez meg a régi között kivéve a színe, mit? Ja, igen, mi... Megyünk majd úszni, yes, we're gonna swim with two. Yes. Tehát itt a GoPro, ez a 7-es, feketébb, mint a másik, a dobozában. Ezen kívül, mit raksz a kukába? Várjál, let me see. Ah, oh, de, okay.
szokásos GoPro matrica, egy ilyen kis könyvecske, aztán ezen kívül... Ja, ne, hogy ledobjad. Don't drop it. You can't turn it on yet. Még könyv. Rózával egy USB kábel, ez ilyen csak gyors nyitós. A sisak, vagy akármi lehet csatolni, a sisakra, az akkumulátor, azt ezen kívül még van. Még egy ilyen tapaszt, nem a fejünkre, és kifúj. Ennyi. Ezen kívül semmi más. Na, úgyhogy ezt a kamerát most feltöltjük, mit csinálsz? Kamerát most feltöltjük, most te hova viszont a kamerát? Addig ne rakd vissza, te! Hát fel kell, az, mert azt nem kell feltölteni, mert van hozzá töltő, hogy azt feltöltjük. Bontjuk a... Nem, ki van már bontva, csak is vesszük a zacskóból, látod? Az akkumulátor az ugyanaz, én azt mondom, mint a 6-osé, vagy az 5-osé. Hogyha jól tudom, és remélem, hogy jól tudom. Itt van a töltőm. Ja, az egy könyv. Itt van a töltőm, és az akkumulátor már itt van bent. Ez a régi. Ez az új. Ja. Úgyhogy most tölteni fogok. Ezt a mai videót itt most befejezzük, ugyanis semmi érdekes nem fogunk csinálni, csak kamerát tölteni, meg játszani egy kicsit vele, megnézni, hogy hogy néz ki. És a legközelebbi videót több mint valószínűleg legalábbis reméljük, hogy azzal fogjuk tudni filmezni, és leteszteljük az új GoPro 7-eset. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!